Egy fotó nagyon sok mindent tud elmondani. Egy sztori, egy kicsi videó egyel több információt ad. Várjuk azoknak a jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy erősek storytellingben, erősek ilyen kis videók gyártásában. Nem influencereket keresünk. Lehetsz a kamera mögött, de ha netán a kamera elé akarsz kerülni, akkor is tiéd ez a verseny. Ebben az évben ajánlani is lehet olyanokat, akik szerintetek méltók erre a versenyre. És a jelentkezési határidő pedig február 19, éjfél. Rendes magyar gyerek reggelire. Sushit. Én kérek elnézést. Jó reggelt, Bencókám. Hogy vagy ma reggel? Jó. Hát akkor jó reggelit. Szép napot. Ez egy izgalmas nap lesz ez a mai nagyon. Olyan történik, ami még a utazásaink során soha. Többek között ezért jó szezonon kívül utazni, hogy az emberrel történhetnek. Csodák. Ez effektíve csodák. Upgrade-elték a szobákat. Luxus-luxusának a luxusa, amit most ki fogunk próbálni. Egy ilyen rezidenciában egy éjszakát eltölteni. Ha rendes szezon van, akkor ilyen 15 millió forint per éj. Hát annyi nincs 10. Hát 10 biztos van. Szezonon kívül, ahogyan most vagyunk, egy éjszaka 7 millió forintba kerül rezidenciát. Egy, hogy valami tévedés történik, és a végén véletlenül mégiscsak kiszámlázzák nekünk ezt a három éjszakát, amit ott fogunk tölteni, akkor itt maradunk. Akkor itt találtok minket a szigeten, egy életen át fogjuk lejönni, vagy lemosogatni. Ez olyan, mint a Casey Neistat, amikor fölült arra millió dolláros first class jeggyel a Emirates egyik járatán, és mindent kipróbált, amit normális ember nem próbált. Nem hiszem, hogy a kabinban drónozott bent, belül. Tulajdonképpen ez azért különleges ez a dolog, mert akik megengedhetik maguknak, hogy egyáltalán ilyen nyaraláson vegyenek részt, azok soha a büdös életben nem fogják ezt megmutatni, hogy egyébként ez hogy néz ki. Igen. Mi, igen. Akik egyébként tátott szájjal nézzük ezt az egészet, mert nyilván pedig soha nem kerülnénk meg magunkat. Még a közelébe se annak, hogy egy ilyen nyaraláson részt vegyünk. Hát nyilván minden nézetcentiért meg fogjuk mutatni ennek az apartmannak, ami, gyertek, 1190 négyzetméter. Négy hálószoba van benne. Van benne gőzkabin, van benne csúszda, gigantikus medence. Van külön nendírú. Azért is vállaltuk, mert nyilván mi is rohadtul kíváncsiak vagyunk, meg hogy nektek meg tudjuk mutatni, megérte bloggerré válunk. Hát, ezért a három napért is. Igen, semmi más hozadéka nem volt annak, hogy mi 5 évvel ezelőtt elkezdtünk családi utazós vlogokat csinálni, csak az, hogy lássunk egy ilyet, megéljünk egy ilyet. És hogy fogunk ezek után bármilyen szállást elfogadni. Az a durva, hogy ebből a szállástípusból itt ezen a szigeten van 7 főszezonban, gyakorlatilag ezek folyamatosan foglaltak, tehát kiadják őket. De ezt úgy kell felfognunk, mint egy ajándék. Hát ez egy ajándék egyébként, ez teljesen. Az élettől, meg attól az úttól, amire ráléptünk. Itt állnak a bagik. Hú, az jót jelent. Good morning. Hello. Köszönjük, szobácska. Szobácska. Kedvesek, szobácska, de elmondani 194 négyzet. Köszönjük. 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 Szolgáltatás, ugye világhoz tartozik egy ilyen személyi asszisztens, tehát aki mindent szervez, intéz, foglal. Ezek a nagyméretű világ szigetnek egy ilyen lerekesztett hátsó részében vannak. A csücskében szeretjük ezeket a csücsköket. Signature villák. 402, ugye mindjárt ott vagyunk, 405 itt van. The best view. The best view. Jézus. Jézusom, milyen hatalmas. Milyen bicók járnak hozzá. Atya világ. Oh. Oh,
Oda néz, oda van írva a nevetek. My good God, this is unbelievable. Lehet, hogy itt el fogunk férni. Ez nem egy négy fős családnak van ez a villa, hanem ez nem tudom, hogy hány fő. Van gym, ugye? Itt a gym. Mencukám, mit edzhetsz? Futhatsz. Jézus Mária. Nézd, arra is kilentes. The master bedroom. So this is the best view we have here. Wow. Ez a legnagyobb háló. Gyertek, ezt látnotok kell, gyerkőcök! Ez nem normális. Nézd itt a közkomi. Jézusom. Hozzátartozó üdvözlő. Figyeljetek a WC-t! Szeretném mindenkinek figyelmébe ajánlani. Hát ez ilyen intelligens WC. Rendszokám, ez lesz életed WC-je. Van benne popomosó, az ott a popod. Lányoknak, fiúknak. Nem kamerába tesszük ennek a próbáját. Ez teljes szürelme. Ez maga a paradicsom a filmekben, amikor a nagy bankrablóknak sikerül elmenekülni egy lakatlan szigetre. Azt képzelem, hogy ők aztán ilyen körülmények között élik le az életüket. Akkor a Beyoncé eljön nyaralni a gyerekeimmel. Egy évben születtél a Beyoncé-val, te lehetnél, sőt, csak te sokkal szebb vagy, mint a Beyoncé. Ne. Nekem mindenképpen. Sokkal jobb hangom van, mint a Beyoncé-nek. Sokkal jobb hangom. Where are you from? I'm from Russia. Russia. Itt a gomb. Ezt megnyomod, akkor rögtön beindul. Őrület. Mi van ide? Indul. Megígérem, hogy én is fogok csúszni, nem sokára egyet. Ez egy festmény. Itt. Mi van, anya? Le vagyok sokkolódva. Le vagyok sokkolódva, nem csodálom. Hozok nektek kamerát. Nagyon jó, hát? Hát, anya, te szoktál sírni, de most lehet, hogy mindjárt én fogok. Ez a csillár. Ilyen kastélyos. Jó, és hiányoztak a többiek. Na, mikor jöttek? Hol vagytok? Na, nem jöttek? Ezt tudjuk, akkor az összes barátunkat elhozunk. Ennyi. Szóval berakjuk a gyerekeket, és még három pár. Lehet, hogy csak legyünk mi is jó fejek, és itt a szigeten keresünk valakit, aki nem ilyenben lakik. Ha persze, osszuk meg. Osszuk meg. Hú, kiveszem ezt a szép üveget. Atya, ez nincs szívem elrontani ezt a sok csodát. Kiveszem akkor. Jó, vedd ki te. Uram, fel. Szolgálhatom ennek ezt a fantasztikus... Hú, egy tatenzsé, hát akkor... Tatenzsé. Gyerekeink közben... Nem tudnak kiesni a cíkszerűen. Nem tudnak kiesni, de teljes extázisban vannak ők is. Nézzétek! Ez egy világ legjobb csúszdája! Már föláll a csúszdában már minden. Semmi veszély. Itt minden zárt, amit sehol nem engednek. Az Aurora Travelnek köszönjük nagyon ezt, hogy mi ide eljuthattunk. Ez egyértelműen ez nekik köszönhető. De nem csak néha a gyerekek olyan fura hangokat adnak. Csináljuk így, szóljatok jó, aztán valamelyik gyerek. Valami baj van, akkor szóljatok. Szóval a Lily Beach-en is már a... Lily Beach-en is az Aurora Travel jó voltából voltunk. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Rátok is szól. De mentővel fog lecsúszni, de jó vagy. De mondzat, olyan nyújtok. Benyújtok, ez se rossz. Figyelj, át fog menni, át fog csúszni alatt. Hát ez nagyon ügyek van, ugye? Mi gyere, elviszlek az igazi hideaway-be, mert tudnék, a tengerpart is, amihez hozzá tartozik, elképesztően titokzatos, titkos. Nézd oda! És ez itt csak a mi beachünk. Tengerszínűnek öltöztél, fantasztikus, fantasztikus! Mit
Bencinek a nagyon kreatív felvételére rettentő kíváncsi vagyok, mert szegény kamerád össze-vissza rángatja. Véletlenül úgy értitek, mint egy kurvixgépbe berakszik volna, akit neked nem érzik, csak onnan sokkal képen ez történt. Nagyon menő felvételeid lesznek, mert ha nagyobb hullám jön, akkor így megfordul, és így megfordít csak a... Aha. Na hát erről beszélünk. Ennek a színe, ez egyszerűen belehetetlen. Holnap megtegyünk a Némó nyomában, amikor a rája viszi suliba a kis alapban. Apa rája. Elképesztően birtokba vették a csúszdát, olyan, mint egy saját csúszdapartunk lenni a zöldön. Eljött az én csúszásom ideje is. Valaha életünkre ne is tudni egy csomó ilyen helyről, hogy ilyen helyre. Ezt élvezzük ki. Erre emlékezzük mindig. Ez tökéletesen tanulságos az, hogy az élet minden áldott pillanatban ki kell élvezni. Igen. Most ezt a pillanatot élvezzük ki, mert erről érezzük azt, hogy csodálkozunk, hogy minden pillanatot ki kell élvezni. A rohadt pillanat. Na nézzük. Futás. Lenne otthon egy ilyen gymünk, lehet, hogy ez egy ilyen családi program lenne, hogy lemegyünk néha, ha nem tész, a Mici az, hogy szeretne edzeni folyamatosan. Igen, én szeretném edzeni. Én feltűnk ebben a hatalmas házban. Én még nem mertem kimenni, nehogy többet ne engedjenek be. Ilyen menő blicók, úr, atyavilág. Ez egy igazi homokfutó. És ez mi? Tehát, hogy kinézés a hófehér homokot, hogy tisztelják. Igen, ez nagy nektek még. Jó, akkor menjünk ki, nem viszünk benneteket ajánlni, meg elmentek a gyerekjátszók. Meg bemegyek az ajtón. Újra beengednek. Minden alkalommal, amikor elkezdek videózni, átöltözöl? Mindig másba vagy. Ilyen házban minimum 10 percenként kell átöltözni. Hú, de menők vagytok! Szentkászló building. Akartok építeni? Mi akkor viszont addig elmegyünk megebédelünk, jó? Fantasztikus a nap lemente. Kicsit fotózgattunk. Mondtam apának, hogy ha most nem csinál rólam képeket, akkor kifajok kukva. Ha ez a paradicsomi környezet, ez nem ad elég ikletet, hogy készüljön rólam is végre pár kép. Az van, hogy Micivel itt ülünk, bekapcsoltuk a tévét, és találtunk egy olyan sportot, amiről még életemben se hallottam. Kergetőznek emberek. Kértek egy fogócskának egy ilyen sportváltozata. Brutál. Valaki tudja, hogy ez mi, akkor hívjon, még soha nem láttam. Oda néz, húzza be a függönyt. Anya, te beöltöztél, nagyon passzolsz, ez is sárga. Ez egy olyan snik lesz, ahol mind a hárman rajta vagytok. Kukucs Renco! Ez egy nagyon jó kis kép, nagyon összetett. A szegény házinak érzem magunkat, hogy vezitlen dobunk.
ki ebből. Ez a Maldív-szigetek, itt mindenki mezitláb. Nem, egyébként itt ebben a rizorban ez a senkit nem tudtam még rajtunk kívül mezitláb. Föl akarsz venni, még egy sárgát fogadjunk. De csak összesen ezért csináld ezt az egészet. Itt a hálónk. Lehet, hogy azért ebben fogunk férni. Jaj, egyszerűen csak sétálgattunk itt az 1500 négyzetméteres pecónkba. Mi bele? Én ettől a fürdőszobától vagyok elhalva. Ez egyszerűen hihetetlen nézet. És nagyon ritkán van, hogy a gyerekek hamarabb elalszanak, mint mi. Most elaludtok. Nem mutatom, annyira cukik, meg kell zaválni őket. Jaj Istenem, a édes bogara. Atyaik, újra látjuk a planktonokat. Samsung S22 Plus! Ez az! Fantasztikus, arra rúgjuk, végestelen végig az egész Samsung. Hihetetlen. Természet, mindig lenyűgöző. Gyakorlatilag olyan, mintha a csillagos eget tükrözni itt a part vissza. Ezzel a sok csodálatos kis planktonnal. Ott van egy világ itt a kezemben. Így kívül látszik, elképesztő. Gyönyörű. Közben előkerültek a gyerekek is. Nem évtizedben egyszer van ilyen. Ilyen, hát ezek nincsenek mindig itt. Ez egy különleges dolog. Wow! És jött a hullám. Wow, de gyönyörű! A Valentin napi szívünk, ez az óriási szív, ezúttal is egy széfet rejt, amelyet egy 4 számjegyű kóddal lehet kinyitni. Nyeremény egy 2 fő részére szóló 2 éjszakás wellness utalvány a Spirit Hotel Termász pár felajánlásából. Idén azt találtuk ki, hogy aki nem nyert, az egy ilyen kis cetlire egy szívecskét tud nyomdázni, hogy a pár két tagja egy-egy hüvelykujjával egy szívecskét, és azt fogjuk kitűzni, és nyűlni fognak a szívecskés nyomatok a falon. És a február 19-én vasárnap délutánig nem kerül elő a győztes pár, akkor azok között fogjuk kisorsolni ezt a nyereményt, akik ott jártak nálunk a Nekem a Balatonban, és kitűzték a kis szerelmes kártyájukat a falunkra.